Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a Jókai Anna Szalon kedves megjelent vendégeit, és megköszönöm Szabó Zoltán Attilának a meghívást, hogy én is, ha így, egy videóüzenet által is, de a Kisesti Rozé című rendezvényén részt vehetek. Péntek 13-a van, ami köztudottan egy babonás nap. Talán ennek a számlájára is írható, hogy sajnálatos módon egy lábsérülés miatt nem tudok önökkel együtt részt venni ezen a rendezvényen. Kiskörös nagyszülötte Petőfi Sándor is babonás ember hírében állt. Gondoljuk csak arra, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy ő maga szilveszter éjjelén született. Azt tartották ugyanis abban az időben, hogy aki szilveszterkor látja meg a napvilágot, az egy kivételes tehetségű, kivételes képességekkel megáldott szerencse gyermek. Ha Petőfi életére vonatkoztatjuk ezt a babonát, vagy ezt a hagyományt, akkor én azt gondolom, hogy ez megállja a helyét. Néhány percben szeretnék önöknek beszélni arról, hogy Petőfi szülővárosa, Kiskörös, hogyan is élte meg az emlékévet, a költő születésének 200. évfordulóját, milyen módon ünnepelte, és milyen rendezvények, fejlesztések valósultak meg a mögöttünk lévő másfél éves időszakban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához kapcsolódóan. Mivel a városunkban 100-nál is több rendezvény viselte ebben az időszakban Petőfi nevét, és gyakorlatilag a Petőfi kultusz ápolásának a Petőfi 200 az egy újabb lendületet adott. Ezeket a rendezvényeket nagyon hosszú lenne felsorolni, úgyhogy én inkább csak arra vállalkozom, hogy azt mutassam be, arról szóljak néhány szót, hogy mi is motiválta a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot, illetve a várost, illetve Bács-Kiskun vármegyét, hogy ilyen nagyívű programsorozatot szervezzen a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amik már nagy múltra tekintenek vissza, hiszen a Petőfi kultusz ápolása Kiskörösön nem csak a kiemelt időszakban fontos. A kultuszápolás kezdete az 1857-es év, amikor Sárkány János kiskörösi evangélikus lelkész, aki egyébként Petőfi Sándornak aszódon is iskolatársa volt, a nagy nyilvánosság előtt írt egy tanulmányt, és ezt meg is jelentette a vasárnap újság hasábjait, ő feldolgozta a keresztelési anyakönyvet. A mai napig a Kiskörösi Evangélikus templomban, illetve a lelkészségen található a költő eredeti keresztelési bejegyzését tartalmazó anyakönyv. De a későbbiekben is nagyon régmúltra tekint vissza a Petőfi kultusz ápolása, és természetesen a városban gyakorlatilag minden a nagy költőről szól. Az emlékévben a nagymúltú rendezvényeket egy kicsit nagyobb ívűre terveztük, ami korábban egynapos rendezvény volt, például a Petőfi szilveszter, az az elmúlt évben is háromnapos rendezvény folyamán szélesedett, és mindegyik rendezvényünkkel az volt a célunk, hogy a fiatal korosztályt, akik sajnos már elmentek abba az irányba, hogy a technika világában élnek, a fiatal korosztályt, az óvodásokat, az iskolásokat, a fiatal felnőtteket egy kicsit visszacsábítsuk a versek szeretetéhez, megmutassuk nekik, hogy az olvasás, illetve a versek, a lírának az olvasása, az mennyire fel tudja tölteni az embert. Olyan rendezvényeket igyekeztünk szervezni, ami valóban közösségi élmény volt, és főleg a fiatalokat kovácsolta össze. Mint említettem, több mint 100 rendezvény valósult meg az emlékévben városunkban. Ezek közül kiemelkedő a Petőfi szilveszter, kiemelkedő az egy évvel ezelőtti október 17-i nagy ívű megemlékezés, amikor azt ünnepelte a város, és így a mi múzeumunk is, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum történelmi emlékhely lett. Ezt azért is tartjuk nagyon-nagyon fontosnak, mert Híres Ember Szülőháza első alkalommal kapta meg ezt a kitüntető címet. De szintén ezen a napon a történelmi emlékhely téli avatási ünnepségén nyitotta meg a város a szülőház, illetve
a mellette lévő Irodalmi Emlékmúzeum két új állandó tárlatát, ami az emlékévre készült, és reményeink szerint 10-20 év múlva is betölti majd a feladatát. Szintén fontos rendezvény volt a március 15-i nagy rendezvény, amikor az állami ünnepség valósult meg itt Kiskörösön, a költő szülőháza előtt hangzott el a miniszterelnöki beszéd, illetve az állami ünnepséghez kapcsolódó kulturális műsor itt Kiskörös főterén volt látható. Ezek az országosan is nagy hírű rendezvények mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Kiskörösnek tovább vigyék és tovább öregbítsék az eddigi jó hírnevét, és hogy felhívják a figyelmet arra, hogy itt valóban magas szintű kultuszápolás folyik. Ha a Kiskörös kulturális életét nézzük, akkor gyakorlatilag három témát lehetne említeni. Az egyik a nagymúltú szőlő és borkultúra, amiből majd egy kis ízelítőt is fognak a ma este folyamán kapni a szentpéteri borok által, illetve a várost újra telepítő szlovákság anyagi, szellemi kultúrája és gasztronómiai kultúrája, és természetesen, ami számomra is a legfontosabb, a Petőfi kultusz ápolása, hiszen óriási adomány a sorstól, hogy ebben a kis településben, ezen a kis településen, ebben a mögöttem lévő házban látta meg a napvilágot Petőfi Sándor, aki nem csak a magyar irodalom, hanem a világirodalom legismertebb magyar költője. Az emlékéves rendezvények mellett számos olyan fejlesztés is megvalósult a városban, amelyeknek az a célja, hogy amikor lezáródik ez a kiemelt időszak, utána is emlék maradjon, és Kiskörös büszkén tudassa azt, hogy milyen komoly dolgokat tett le az emlékévben az asztalra. Az egyik ilyen még nem látható, de a tervezés már előre haladott fázisban van. Ha minden a terv szerint halad, akkor szilveszterkor, idén az év végén egy egész alakos Petőfi bronzszobrot állít föl a szülőház közvetlen környezetében a város, ami reményeink szerint nagyon sokáig még ezt a város kultuszápolási törekvését fogja öregbíteni. Néhány nap múlva zárjuk Kiskörösön a Petőfi emlékévet, egy tölgyfát fogunk erre az alkalomra ültetni, ami biztos, hogy hosszú ideig majd itt fog a szülőház udvarán állni. És azok a fejlesztések között említeném még, amelyek tényleg hosszú távra szólnak, hogy megújult a kiskörösi Petőfi vonal. Kevesen tudják, hogy nagyon sok emlékhely van a szülőházon és az emlékmúzeumon kívül is Kiskörösön, ami kapcsolódik Petőfi Sándorhoz és a Petrovics család nagyon rövid kiskörösi tartózkodásához. A város központjában egy más színű, egy sárga színű burkolaton, egy úton eljuthatunk ezekhez az emlékhelyekhez, és bejárhatjuk gyakorlatilag a szülőháztól kezdve, eljuthatunk az evangélikus templomig, ahol a költő keresztelése történt, ellátogathatunk a mészárszék alapjához, ahol Petrovics István dolgozott 3 éven keresztül itt Kiskörösön, de ugyanígy eljuthatunk akár Szendre Júlia egész alakos szobrához, ami azért fontos itt nekünk kiskörösieknek, mert az országban ez az egyetlen egész alakos alkotás Szendrei Júliáról. Úgyhogy ezek a fejlesztések is mind-mind azt szolgálják, hogy aki a városunkba érkezik, önállóan is egy kis élményt kapjon Petőfiről. A szülőházat 1880-ban nyitotta meg Jókai Mór, ezzel ez a ház lett az ország első irodalmi emlékháza. Nagyon sok híres látogató járt 1880 óta a szülőházban, és számosan bejegyzéseket tettek a vendégkönyvben. Ezekből a vendégkönyvi bejegyzésekből és aláírásokból a város létrehozott egy emlékfalat, ahol a szülőház mellett egy egész falon lehet látni azoknak a híres embereknek az aláírását, akik Petőfi Sándor szülőhajlékában jártak. Biztosan sokan tudják önök közül is, hogy
Petőfi az a magyar költő, akit a legtöbb nyelven lefordítottak. A szülőház szomszédságában található a Petőfi műfordítói szoborpark, annak állítva emléket, hogy több mint 50 nyelvre fordították le Petőfi műveit. Az emlékévben egy új szobrot is avattunk, méghozzá Csoli Daróczi József, roma költő, író, pedagógus, műfordító szobrát, aki lovári nyelvre ültette át Petőfi Sándor költeményeit, és ezzel is azt szerettük volna szimbolizálni, hogy Petőfi Sándor az a személy, aki nem megoszt... hanem összeköt, és kulturális hitként gyakorlatilag összeköti a magyarságot, összeköti a nemzeteket, illetve a nemzetiségeket. Ezt a nagyon rövid kis összefoglalómat azzal szeretném zárni, hogy Kiskörösváros önkormányzatának, a város oktatási és kulturális intézményeinek, illetve nekünk a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumnak az emlékévvel az volt a célja, hogy a kiskörösiek identitásának részévé tegyük a Petőfi kultuszt, és minden kiskörösi töltsön el büszkeség afelett, hogy a magyar nemzet legnagyobb költője itt született, és a szülőháza a mai napig is áll. Köszönöm szépen a figyelmüket, az est további részéhez nagyon jó hangulatot, nagyon jó szórakozást kívánok, és ha erre viszi önöket az útjuk, kérem látogassák meg a múzeum intézményeit, látogassák meg Petőfi Sándor szülőházát. Köszönöm szépen!